Az ilyenkor szokásosnál komorabban telik a ramadánt lezáró háromnapos Íd al-Fitr ünnep első napja Jeruzsálemben. A palesztin hívők feszült csöndben gyülekeztek az utóbbi napok kölcsönös rakétatámadásai után az Al-Aqsa mecsetnél. A hatóságok mindenkit arra kértek, hogy otthonaikban, illetve a mecsetekben imádkozzanak, az utcai ünneplések idén elmaradnak. Az isztambuli Hagia Szófiánál először gyűltek össze imára azóta, hogy a világhírű épületet visszaalakították mecsetté. Néhányan palesztin zászlókat vittek a helyszínre, ezzel kifejezve támogatásukat. Napok óta nem tudunk aludni, követjük az eseményeket, és csak sírunk, mondja ez a török nő. Most csak imádkozni lehet, valójában oda szeretnénk menni, hogy a testvéreinkkel lehessünk. Az Íd meghatározó az iszlám vallásban, világszerte ünneplik így például Koszovóban is. New Yorkban zölddel, az iszlám színével világították ki az ikonikus Empire State Buildinget, a város így tisztelgett az ott élő muszlimok előtt.